Na cső mindenkinek, én Orisz vagyok, és mint azt láthatjátok, meg már a videó címéből kiderült, hogy újra egy Minecraftos videóval jelentkezünk, de Gubival. Sziasztok! És mint azt láthatjátok, meg ugye a címből kiderült, hogy szeretem ismételni magamat. Ugye érkezett egy kisebb jobb mod update videó, nem mod update videó, egy mod update, és erről videót csináltunk. És erre a mod update-ra azért volt szükség, mert ugyanis elkezdődött már, és be is fejeződött a Teamcraft az építész felvételnek az első fordulója, és építés közben, meg itt mondták egy néhány, mert nekem is feltűnt, nem feltűnt, hanem hogy úgy, na szóval az volt ennyi, hogy kellett volna néhány blokk, és akkor azokat így gyorsan integráltuk is a játékba. Na most tudja, mint egy akkor ez látszik ugye, hogy rendes tölgy röngből készült fel ezek blokkok. Ugye ezekből már készültek korábban bemutatott... Hú, de nézzét eljegazodni az új izébe. Korábban bemutatott állított fel ezek blokkok. És most ezekből elkészültek ugye a simán fel ezek blokkok, tehát a vízszintesen felezett, érted? A vanilla fajta. Na és akkor ugye már itt én lebuktattam, vagy nem lebuktattam a dolgot, hanem ugye akkor nézzük meg már ugye a menüt. Vagy akkor... Na igen. Ezt pont te említetted, hogy már meg igazod is volt, hogy személy szerint már nekünk nagyon összefolytak a dolgok, tehát nem tudtuk már eldönteni. Én sem tudtam eldönteni például, hogy most mi a modus és mi a valamilyen a cucc. És akkor ebből jött az, hogy akkor csináljunk még egy ugye hasonló menüt, úgyhogy mint ahogy itt van a vanillába a csoportok, ugye? Igen. Ugyanúgy vannak a modosban is a tapok, igen, tehát hogy a építőelemek, a díszítés, redstone, stb. TCM vöröskő. Hát nem is sárga követ fog majd. Sárga kő nevet fog kapni azért. Majd eldöntjük még, de ezt ne lőd le addig. Ez még nem... De ez amúgy is már mi akkor mondtuk. De ez még a future, tudod. Igen, az durva lesz, azt összehozni. Az... vicces az. Ugye hát akkor itt vannak a... tudszok. Igen, a vörös köves dolgot azért nem sikerült kibővíteni. Tehát ott azért ez a sok ajtó, meg a kombok, meg a mind. Ugye kaja az nem nagyon bővült, de majd erre is törekszünk. Eszközök tekintetén. Majd még ezt videón kívül akartam volna mondani, de a... melyik? A fasz. A smaragd. Hogy néz az ki, bazd meg? Mi a faszom most a textúrákkal? Majd visszanézed, hogy így... Visszanéz a videóban most, hogy így nézem, itt egy színű, tehát két színű, tulajdonképpen a kerete meg a belsőt, hogyha itt elforgatom, akkor meg látszik a belsője. Mi a fasz, nem mindegy. És ugye még itt vannak még az egyebek, ugye. Itt meg pont meg is láthatjátok, vannak ezek a varázspálcás dolgok, amiket majd akkor... Majd azok még egyelőre munkálatok alatt vannak. Most még mindegy, úgy is bemutatta a videóban, akkor lépjünk tovább. Ugye ezek voltak a... Ja. Fa dolgok, meg ugye a menü, és akkor itt vannak a dolgok, ez egy háromszoros illuminat is, nem azt akartam, quartz blokk. Csak hogy a különbséget. Ennek igazából, igen. Na, nyugjét. Mondja, hát én csak leraktam, hogy lássad a különbséget. Igen, de azt hittem mondani, akkor ugye... Aha. Nem nekem kellett. Akik már régebb óta követte a Teamcraftos Facebook oldalt, az láthatott már képeket a Apple 8.1-es sima, nem modolt vanilla server spawnjáról, ugye ami 99%-ban quarzból épült, a maradékban pedig levegőből. Úgy nem. És valamelyik nap nézegettem így az egészet, meg csináltam a screenshotokat, hogy majd webre meg még egyéb helyekre majd kellene képek, hogy elég train néz ki így a város, tehát ugye aki látta azokat a képeket, tehát a nagy felületen a quartz blokk ebben a formában szerintem elég szóval néz ki, tehát olyan rácsos, mint a matek füzet. És még régebben feltűnt, de ez még kb. Nyáron volt, mikor ilyen hidot csináltunk, hogy a quartz blokknak az aljának teljesen más textúrája van, és én arra gondoltam, mi lenne, hogyha ezt körbeforgatnánk, tehát mind a hat oldalra, és ebből született meg ez a blokk, aminek nem igazából háromszoros illuminat is lett volna neve, más mondtam neked ezt, de... Ez kurva jól néz ki, bazd meg. Te fanoltad, de hát igen. Ez maha jól néz ki, ez tényleg jó ötlet volt, basszus. Mondom én. És ebből az ötlet... Na nem azért egy kicsit egy mérges creeper fej kijön a textúrákból.
a szája, szeme. Jó, mindegy. Nem tudom, lehet ennek valami, ennek is kéne valami keret dolog, a minimális, nem olyan. Nem az volt a lényeg, hogy nem kell keret. De lehetne, vagy nem? Nekem mindegy, majd megcsináljuk, textúrázás az úgyis a te resortod lenne. De úgy nem gondoltam ennek speciál külön, na mindegy. Ez a kvarcos dolog, akkor még itt van ez a kőszlop. Ez igazából semmi célt nem szolgál, ez van. Ezt miből lehet craftolni? Még én crafting recepteket nem mutattunk, de gondolom egyértelmű, tehát ezeket hogy kell csinálni, meg hát, ez is gondolom, ez ugye izé kell. Ez izé stone brick. Nem, ja. Stone brick, sima stone brick elég hozzá. Magyarul? De nem működik, kőtégla. Kőtégla. És ez pedig ugye a bazalt lépcső, amivel leszpőr eresztük a bazaltot, és egyben ugye, ha van bazalt, akkor van vulkán nevű dolgokat, és egy bazalt lap. Is van. Is van még, ugye? Semmit. Ez meg itt egy letapos a föld, ami nagyon durván OP cucc, és nagyon durván használták itt a jelentkező emberkék. Nagyon jól kihasználták ennek a lehetőségeit, ugye? Tehát ezzel nagyon faszán lehet kirakni ilyen kitaposott utakat, amivel ezt a középkori stílusságos dolgot lehet használni. Mondjuk nekem az nem tetszik, hogy így besötétedik a széle. Azt ki akartam javítani. Szerinted maradjon vagy ne? Nekem nem tetszik, csak azért mondom. Maradjon. Jó van. Megyek efe. Vagy majd akkor nézzük kommentbe eltöntünk Facebook oldalon, illetve videó alatt. Esetleg, ja. Esetleg talán valószínűséget látunk rá, és akkor lényegében ennyi lett volna a update bemutató dolog. Huhu. Huhu. Itt egy pálca fejbe basszalak vele. Nem? Akkor nézzük a pálcás dolgot. Azt most hol találom meg? Eszközök. Megvan, megvan. Na, akkor 3. 2. 2. 1. És akkor itt is vagyunk, én készültem már előre. Mivel? Potival. Nagyon jó ember vagy. Ilyen látó dologgal. Na ez ugye, ez az a dimenzió, amiről te már 1-2 héttel ezelőtt vagy 3 héttel ezelőtt csináltál videót, hogy mi is ez meg hogy is van. Ugye erről azt kell tudni, hogy ez egy kifejezetten bányász dimenzió lesz, amit úgy barmoltok szét, hogy akartok, úgy téntézitek szét az egészet, ahogy akarjátok, úgy barmoljátok, ahogy akarjátok, mert erre azért lát. Tehát azért nem vagyunk, még rájöttünk arra, hogy vannak a szerveren trollok, meg szórakozott elmi emberek, amik igazából nem is baj. Szóval itt majd lehet, itt engedélyezve lesz a TNT, én azt mondom. Esetleg. Hát sőt, itt kell is TNT. Hát itt mondjuk figyelj, kell is. Amúgy megsugom a legtetején, bedrock van, tehát a tetejére menjetek. Ugyanaz, mint a nedőr, csak kőből. Figyelj már, izét hoztam. Dobósat, nem ivósat. Nagyon jó. Láttam. Mentük bírhez, én csak így. Na most igen, az eredeti elképzelésem az volt, hogy egy bányász dimenzió, de úgy, hogy nehéz legyen lejutni és nehéz legyen kijutni is. Tehát, hogy lejön az ember, teliszéli magát cuccal, de nem biztos, hogy visszajut. Tehát, hogy ilyen rizikó legyen, hogy ilyen szerencsejátékszerű legyen egy kicsit ez a dimenzió. Én úgy képzeltem el, azt mondom, hogy mi lesz a vége, azt még nem tudom. Tehát... Szóval nem esett le, hogy bányász dimenzió, de hol vannak az ércek? A másik, ezt akartam mondani, hogy egyelőre ércek nincsenek, mert azt én nem hoztam át a másik módból. Szép, mi? A legjobb bányász dimenzió. Csak kő. All in stone 4. Figyelj, ha kő kell, ha már kifogyott a rendes világból, ami úgy lehetetlen, ide jöhettek nyugodtan. Megéri. Sőt, de nem csinálunk ilyen falukat? Tudod ebből a kőkemény kőtéglából, hogy gondol. Aha, gondoltam amúgy rá, hogy be lehetne népesíteni is esetleg. Meg azt, amit építettél a spannon, azt a fejet. A vanillánt. Igen, igen, hogy olyat én ide szívesen áthoznék. Viszont, mert az ki... Legyen. Azt hajlandó vagyok megírni kódban, mert az nem több 20 blokknál. Csak ott össze-vissza van a forgatva. Uh-huh, ott az a... Nyűk. Ja. Hát lényegében ez egy hasonló dimenzió lenne a nedőrhöz, ami lootolás célt szolgálja, ugye az is hasonlóan ugye nehéz lejutni és nehéz feljutni. Tehát a rizikó, hogyha a gazt kilevi a portát, akkor szopáson, hogyha most csinálj... a Flinten Steel-t. Ide nem csináljuk meg Herobrine-t. Csinálj meg. Úgyis olyan sötét van itt, bazd meg, letesszük ide Herobrine-t, bejöttök ide, ott jól elvesztek vele, tudjuk mi. Kimmától közelébe spawnol. Ja. Igazából el tudnám képzelni, bazd meg. Na mindegy. Én visszamegyek a simába, amúgy sima dimenzióba.
Yes. Én ott csak izével tudtam menni, perc punk command, annak vász nem hozott vissza. Hát engem is belerakott a talajba, nyugi. Na. Jó van. Ott egy kecske a hátadon. Ott egy kecske. Legyen. Ott egy kecske a fejedbe. Kinevésem. Jó. Ki, nem? Hát akkor szerintem repüljünk körbe azt azért egy pár házikocsinkosan. A másik dolog, akit érdekel az építész felvételes dolog, akkor az innen még nézze a videó tovább, akit nem, az már itt kikszelheti. Na ugye, építészes felvételes dolog úgy alakult, hogy nem mindenki tudott jönni. Egy négyet ember jelezte Facebook oldalon üzenetben, hogy nem tud jönni, mert nincsen gépe, mert elutazik, meg stb. Szóval lényegében a dolog úgy fog kinézni, hogy nem teleportálnak rám, és akkor megnyugodok. Hogy több forduló lesz, tehát most ebben a fordulóban nem is tudom, itt vagy 8 embert vettünk fel. De attól függően ez a szerve továbbra is futni fog, továbbra is lesz fel egy-két admin, aki majd adja nektek a telket, szóval továbbra is lehet attól függetlenül jönni és építeni egészen április végéig. Igen, április végéig. Olyan sokáig? Igen. De csak hétvégenként fog futni a szervet, hanem most kiütösse akarom, hogy hétfőnap is fut. Bár még lehet hétfőn is fog futni, de majd olyan lesz kedvem, meg ugye, hogy nincs úgy csinálni, akkor ez itt elfér. RAM használat tekintetén. Ez tőled fut? Igen. Komolyan? Komolyan azt hittem, hogy Teamcraftos, bazd meg. Ne. Jól bírja a gépet. Ez még akkor is futott, mikor cséztem. Ez jó. Nem is laggolt a csé, meg semmi. Nem a is szervertől nem fog laggolni a csé. Csak ramot eszik a szerver. Sőt, még több volt az FPS-en, volt 200, hogy futott a szerver. Lol. Ott amúgy meg olyan szeretett 100 körül lenni. Na hát akkor mindent elmondtunk. Szerintem mindent. Biztos? Én már nem akarok több mindent mondani, ennyi részemről, az... Ja. Jó, hát akkor srácok, ennyi lett volna, akkor ez a egyben mod update és egyben Teamcraft helyzet jelentéses dolog, ja, videó, úgyhogy akkor köszönjük a figyelmet, én Norris voltam, itt volt velem Dagubi. Csösztök. Ciao.